A választási eredmények Fehérváron sikeresek, ami figyelmeztető jel azon 40%, mondta el Ablakovics József, a KDNP székesfehérvári alapszervezetének alelnöke a szerdai rendezvényen. Itt arra gondolunk, hogy talán mi nem végeztük el a munkát, ezek a kis közösségek, akiknek jobban meg kellett volna mutatniuk az arcukat. És most ez az előadás sorozat, amit indítunk szeptembertől, az pont azért lesz, hogy minél nagyobb közösségünk formálódjon, és megmutathassuk a városban, hogy létezünk, kik vagyunk, mi a mondani valónk, mik a gondolataink, és a Cserpakovics polgármester úrnak a sikerét, amit az ő nagy munkájával elért, mi igyekezzünk kiegészíteni avval, hogy a mi közösségi munkánk a 40%-ot sokkal magasabbra hozza fel. A találkozón a Keresztény Európa víziójának jövőképéről is beszélgettek a meghívott vendégek, Hegedű Zoltán történész és László András, a Fidesz-KDNP megválasztott európai parlamenti képviselője, aki, mint mondja, Brüsszelben változás kell. Ez az egyértelmű üzenete az európai parlamenti választásoknak, ha szétnézünk a térképen, hogy az egyes országokban milyen eredmények születtek. Eddig egy európai néppárti, szocialista és liberális koalíció volt, amelyek válságot válságra halmoztak az elmúlt években Brüsszelben. Gondolok itt a migrációs válságra, gondolok a különböző gazdasági nehézségekre, a stagnálásra, és természetesen a háborús helyzetre, amit most már több mint két éve nem tud megoldani az európai elit. A választók egyértelműen a voksukat a jobboldali frakciók és formációk oldalán tették le. Történt egy megerősödés. László András hozzátette, az új európai parlament megalakulásával lehetőség van arra, hogy jobboldali fordulat legyen Brüsszelben. A kérdés, hogy az Európai Néppárt hajlandó-e erre. A megválasztott képviselő azt is elmondta, meg kell állítani az illegális bevándorlást európai szinten, hogy békét teremtsünk Európában. Be kell fejezni a szélsőséges baloldali zöld ideológiának a követését, amely leküzdhetetlen akadályokat teremt a gazdáknak. Mint mondja, egy olyan Európára van szükség, amelyik a gyorsan átalakuló világban képes a saját érdekeit képviselni. Ehhez erős gazdaságra, stabil vezetésre, a választók akaratának figyelembevételére van szükség.